Köszönöm a gratulációt a magam és a csapatom nevében. Azt gondolom, hogy nélkülük azért ez nem jöhetett volna létre. Nagyon sok munka azért ezt így létrehozni, hogy én tudjak versenyezni, nekik sok munka. Hát a mai napot meg a hétvégét úgy tudom értékelni, hogy 100%-os teljesítményt nyújtottunk szinte. Futamot, ahol elindultunk, mindent megnyertünk. A döntőben viszont egy nagyon jó rajtot sikerült véghez vinnem. Bíztunk benne, hiszen küzdöttünk a rajt programmal egész sokat ebben az évben, de most kikötöttük a döntőre, és úgy tűnik, hogy akkor rajtprogram problémánk van. Hát Kubicseket sikerült lerajtolnom, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény, hiszen Kubicsek nyert Európa-bajnoki futamot is. Hosek lett a harmadik a rajtnál, hát Hosekről azért tudni, hogy 35 éve versenyzik. Úgyhogy nagyon nagy eredménynek találtam azt, hogy el tudtam jönni elsőnek a rajtnál, és hát végig tudtam tartani az első helyet. Igaz, voltak problémáim, bent a gázpedál alá beakadt egy kavics, de sikerült valahogy kipiszkálnom, halvány fogalmam sincs, hogy hogy, de utána újra teljes tempót tudtam menni, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Hát a magyar bajnoki futamokban 100%-os teljesítményt nyújtottunk, ez a 8. bajnoki címünk, ez ugyanolyan fontos nekünk, mint az első, ugyanúgy küzdöttünk érte és mentünk érte. Európa bajnoki futamokon Nyíráldon 4. lettünk, az egy nagyon-nagyon jó eredmény volt. Ahol elindultunk, én úgy gondolom ebben az évben mindenhol helyt álltunk és mindenhol jól képviseltük az országot és a csapatot, úgyhogy jó évet zártunk szerintem.